Költségvetés és Pécsi Pride, parázsviták a keddi közgyűlésen. Eltörölték a közel 100 éves rendeletet, ismét szabad a tangózás Pécsett. Hasznos ötletekkel az élhető városért kerékpáros szervizpontokat és rollertárolókat adtak át Pécsett. Számos közérdekű és fontos kérdésben hozott döntést Pécs megyei jogú város közgyűlése szeptember 21-én. A keddi ülés egyik legnagyobb vitáját generáló napirendi pontja az önkormányzat idei költségvetésének módosításához kapcsolódott. Az ellenzék nevében Barkóczi Csaba felszólalásában a jelenlegi városvezetés örökölt adósságállományának mértékét vitatta. A képviselő szerint az önkormányzati választásokkor a városvezetés még egy 23 milliárdos hiányt emlegetett, most pedig egy 8 milliárdos megtakarításról beszél. Én azt gondolom, hogy ezt a 23 milliárdos adósságot úgy ledolgozni 2019 év végétől egy pandémiás évben, hogy 2020 év végéig maradjon annyi tartalék, amiből még 8 milliárdot az idei évben fel tudunk használni. De azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő és páratlan munka, hogy minden elismerésem, polgármester úr. Ruzsa Csaba a felvetésre válaszul elmondta, az emlegetett 8 milliárd nem szabadon felhasználható forrás, hanem az előző városvezetés alatt indított projektekhez kapcsolódó kötelezettséggel terhelt maradványról van szó, amit például az új vásárcsarnok építésére vagy más beruházásokra kell fordítani. Képviselő úr megtanálta, le van terhelve. Megtalálta azt, amit elköltöttek uniós pályázatra, kötelezettséget terhet maradványként. Megtalálta megint a vásárcsarnokot, a 20 milliárd részeként. Én tudok ezt gratulálni minden évben, de nem gondolja, hogy esetleg egy mérlegképes könyvelői tanfolyamra beiratkozhatna? A képviselők a keddi napon többek között megszavazták a Dénesi Ödön program megvalósításáról szóló rendeletet. Mint arról már korábban hirtattunk, kedvezményes telekvásárlásra pályázhatnak azok a legalább 10 éve Pécsett lakcímmel rendelkező 18-40 év közötti lakosok, akik önálló ingatlan tulajdonnal nem rendelkeznek. A testület döntött még a fenntartható energia és klíma akció terv elfogadásáról, amely azt jelenti, hogy Pécs 2030-ig 40%-os energiamegtakarítást és az üvegházhatású gázok kibocsátásának hasonló arányú csökkentését vállalja. Emellett folytatódik a zöld busz program is, amelynek keretében a jövő év elejétől újabb 8 tisztán elektromos hajtású busz szállíthatja a pécsi közösségi közlekedés utasait. A városatyák keddi döntésének értelmében Kóbor József, az LMP képviselője lesz a város környezetvédelmi és fenntarthatósági megbízottja, aki díjazás nélkül látja majd el a feladatát. A szeptember 21-i közgyűlés minden bizonnyal legparázsabb vitája egyébként a múlt szombati Pécs Pride rendezvénnyel kapcsolatos felszólalások miatt keletkezett. Az ÖPE részéről Kővári János kifogásolta a rendezvény előkészítését, lebonyolítását, valamint azt, hogy szerinte a városvezetés figyelmen kívül hagyta a pécsiek véleményét. Végül egy vizsgálóbizottság felállítását javasolta, amely a felvonulással kapcsolatos lakossági és vállalkozói panaszokat kezeli. Azt tapasztalhatták meg a pécsiek, hogy amit ők szeretnének, amit ők kinyilvánítottak, az egyáltalán nem érdekli önöket, a baloldali városvezetést, aki egyébként mindenki Pécsért néven indult a választásokon. Hát ez mindenről szólt, csak nem arról, hogy önök a pécsiek érdekeit kívánták volna megjeleníteni. Péter Fiatilla polgármester határozottan állást foglalt az ügyben, majd elhagyta az üléstermet. Azt gondolom, hogy a pécsiek a múlt szombati felvonuláson nagyon világosan elmondták a véleményüket, civil szerveződésként tekintenek annak a felvonulásnak a lényegére, és nem kérnek a politikai hajcihőből. Én most bármilyen meglepetés vagy nem meglepetés, ugyanezt a határozott álláspontot ki fogom fejezni, én nem vagyok hajlandó ebben az öncélú politikai álmokfutásban részt venni, úgyhogy most itt hagyom önöket. A polgármester kivonulása után több városvezető koalícióhoz tartozó képviselő is elhagyta a termet, és a vita immár sokkal szűkebb körben folytatódott. A vizsgálóbizottság felállítását a közgyűlés leszavazta. A szeptember 21-i közgyűlésen összesen 39 napi rendi pontban hoztak döntést a képviselők. Ismét szabad a tangózás Pécsett.
Nem tréfáról van szó, 1922-ben ugyanis a városban betiltották ezt a táncot, mert az akkori döntéshozók túlfűtöttnek, túlzottan erotikusnak vélték. Mivel a rendeletet hivatalosan sosem törölték el, ezért a keddi közgyűlésen erről most jelképesen szavazott a képviselőtestület. Csütörtökön Hernán Maria Patiño Mayer argentin nagykövet és Péterfi Attila Pécs polgármestere szándéknyilatkozatot írtak alá a témában arról, hogy bárki bármikor korlátlanul tangózhat a Baranyai megye székhelyen. Az argentin nagykövet már harmadik alkalommal jár Pécsett, mindig lenyűgözik a látottak. Az ismert kulturális kincsek mellett látszik, hogy ez egy nagyon vidám város, tele van tanulókkal, és az is látszik, hogy ők is jól érzik magukat itt. Su capital cultural es enorme. Péterfi Attila polgármester szerint a tangó felszabadítása jelképes gesztus, de annak üzenete természetesen túlmutat az aláíráson. Ahogy a napjainkat éljük, azt gondoljuk, hogy szükség van annak kifejezésére, hogy ez valójában nem csak a szavak szintjén, hanem a tettek szintjén is egy tényleg befogadó toleráns város, ami szeretne minél színesebb kultúrát felmutatni, felsorakoztatni. A polgármester egyébként maga is kipróbálta a táncot a csütörtökön délután rendezett tangó ünnepen. A politikust arról kérdeztük, a táncban is igaz-e, hogy mindig az első lépés a nehéz? Nem tudom, ma nekem nem volt nehéz, mert hogy nagyon csinos hölgy kért föl egyrészt, nyilván nem mondhattam neki nemet, másodszor meg nagyon türelmes volt, és nagyon plasztikusan el tudtam magyarázni, hogy milyen lépéseket kell tennem. Úgyhogy igazából soha nem tangoztam még, tényleg szó szerint az első lépések voltak, de jó érzés volt, még akár kedvet is kaptam hozzá. Ahogyan Péterfi Attila is említette, a tangóra a csütörtöki táncáz alkalmából kiváló szakemberek tanították a jelenlévőket. Prácki Péter, a Vecsési Tangó Stúdió vezetője szerint a tangó egy életérzés. Ez egy kommunikáció, egy közellét, egy ölelés. Az ölelés egyébként az abszolút lényege a tangónak, tehát a tangó az ölelés művészete. Tehát én úgy gondolom, hogy a tangó az nem egy tánc. A tangó az egy életérzés, egy életforma, egy modus vivendi. Erről nem lehet úgy beszélni, ezről csak úgy lehet beszélni, hogyha az ember táncolja. Ezt az életérzést jó páran megtapasztalhatták a Széchenyi téren. Mivel a városlakóknak egyértelműen tetszett a tangóünnep kezdeményezése, a városvezetés megfontolja, hogy jövőre akár egy önálló tangófesztivált is meg lehessen rendezni Pécsett. A pécsiek dönthetnek a legközelebbi közmeghallgatás témájáról. Az önkormányzat keddi közleménye szerint a lakosok a város megújult honlapján közzétett szavazáson választhatják ki azt az egy kérdéskört, amelyel az október 12-én tartott rendezvényen kiemelten foglalkoznak majd. A három lehetséges téma, amelyekre voksolni lehet, a lakásgazdálkodási koncepció, a parkolási rendelet mindenkit érintő módosítása, illetve a belvárosi kerékpáros közlekedési rend kialakítása. A szavazás szeptember 30-áig tart. Kerékpáros szervizpontokat és rollertárolókat helyezett ki a város több pontjára a Biocom. A felvételeken látható oszlop a kerékpárok javításához szükséges alapvető eszközökkel van felszerelve, mint például csavarhúzókkal, kulcsokkal és biciklipumpával. A tárolóba pedig mindkét oldalról 5-5 roller helyezhető el úgy, hogy a használónak csak egy lakatot kell magával hoznia. Galamb Nóra, a Biocom NKFT városüzemeltetési koordinációs vezetője elmondta, főleg a belvárosban alakítottak ki ehhez hasonló, az alternatív közlekedést segítő oszlopokat és tárolókat. A város több pontján kerültek telepítésre, szervizoszlop az Italokus sétány északi végében, illetve a Pécs Pláza mellett és a Vácsárcsarnokhoz közel a felüljáró alatt került telepítésre, roller tároló pedig szintén itt a Rókus sétány végében, illetve a Kossuth téren és a Széchenyi téren. Galamb Nóra úgy nyilatkozott, igyekeztek főleg a kerékpárutak mentén kihelyezni a bicikli szervizoszlopokat és rollertárolókat. Emellett arra is próbáltak odafigyelni, hogy társasházakhoz közel telepítsék ezeket az eszközöket, megkönnyítve ezzel az ott lakók életét. Zag Gábor Pécs alpolgármestere elmondta, azért volt fontos ez a kezdeményezés, mert az utóbbi időben nőtt az alternatív közlekedést választók száma.
Pécs városában egyre többen használják az alternatív közlekedési eszközöket a célpontjaik eléréséhez, így egyre több rolleres és biciklis felhasználóval találkozhatunk a pécsiek, illetve az ide látogató pécsiek, vagy itt tanuló pécsiek között, és a legforgalmasabb bicikliútak mellé fontosnak tartottuk azt az eddig beérkezett igények alapján, hogy rollertárolók, illetve bicikliszervizoszlopok kerüljenek kiépítésre. Mint megtudtuk, amennyiben a városüzemeltetési cég pozitív visszajelzéseket kap az eszközökkel kapcsolatban, úgy további bicikliszerviz oszlopokat és a rollertárolókat is kihelyezhetnek majd a jövőben. Minden kategóriában elismerést söpörhetett be Pécs Város Marketingje egy a közelmúltban megrendezett szakmai konferencián. A Város Marketing Gyémántdíj pályázat keretében az önkormányzat 7 díjat is kapott. A különböző kategóriákban többek között a Pécs Nyitva kampányt, a Közárt művészeti projektet és a Pécs parkjai megújulnak programot is méltányolta a zsűri. Ruzsa Csaba alpolgármester elmondta, 2019 őszei jött létre a gazdaságfejlesztési főosztály, amelyen belül önálló osztály foglalkozik a város marketingjével. A helyi partnerekkel együttműködve munkájuk célja az, hogy Pécs ismert és elismert legyen a hazai és nemzetközi piacokon. Az alpolgármester úgy fogalmazott, a mostani díjeső fontos megerősítés az önkormányzat számára. Nagyon jó visszajelzés nekünk, hogy az, amiket elkezdett a város, az tetszik. Látjuk, hogy a turistákat érdekli, jönnek, és hogy több ilyen programot kell tenni. Ennek talán a leglényegesebb eleme, hogy az, hogy központi kommunikáció és központi támogatása van a marketingnek a városházán, az nagyon jó löketet ad ahhoz, hogy mind a szereplők, mind maga a városháza is sokkal aktívabb legyen. Pécset is sokan adták le a voksukat az ellenzéki előválasztáson az elmúlt napokban. A kampány időszakában Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa mozgalom miniszterelnök jelöltje, Hódmezővásárhely polgármestere volt szerkesztőségünk vendége hétfőn. Interjúmban sok más mellett szó esett az előválasztásról, annak várható eredményeiről, az ellenfelekről, valamint a politikus miniszterelnöki terveiről. Márki-Zay Péter elmondta, hogy a pécsi városvezetéssel mindig jó kapcsolatot ápolt. A Mindenki Magyarországa mozgalom és a Mindenki Pécsért mozgalom között nem csak névbeli hasonlóság van, hanem egy barátság és szövetség is. Mellár Tamás nekünk alapító tagunk volt a mozgalom alapításakor, és én is mindig jöttem mellette kampányolni. Tehát maga Mellár Tamás személy az egyik, de egyébként általában is úgy gondolom, hogy a polgármesterről is nagyon jóval vagyok. A Márki-Zay Péterrel készített interjút teljes terjedelmében a Híradó után kezdődő Közterület című műsorunkban láthatják nézőink. A vidéki városok között először Pécset rendeztek Pride felvonulást múlt szombaton. A Baranyai megyeszékhelyen több ezeren csatlakoztak a Kossuth térről a történelmi belvároson át a Szent István térig tartó menethez. A rendezvény ellen két ellentüntetést is szerveztek a városban, délelőtt a Széchenyi téren, délután pedig a Barbakánnál, ez utóbbi helyszínen a Mi Hazánk mozgalom és a Betyársereg szervezett demonstrációt, amelyen a rendőrségi becslés szerint 130-an vettek részt. A Pécs Pride felvonulás, majd az esemény záró beszédek sora rendbontás nélkül zajlott. A tánc sokszínűségéből kaphattak ízelítőt szeptember 17-e és 21-e között mindazok, akik ellátogattak a 15. nemzetközi tánctalálkozó eseményeire. A rendezvénysorozat keretében hagyományosan a helyi tánciskoláknak, egyesületeknek is lehetőségük nyílt a bemutatkozásra a színháztéren felállított színpadon, de Körtvélyesi László több évtizedes a pécsi balett munkáját bemutató képeiből is látható volt kiállítás. A programok nyitó eseménye a pécsi balett fennállásának 60. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi est volt. Az előadás előtt Urich Teodóra, a társulat vezetője, és Vince Balázs művészeti vezető, a találkozó igazgatója mondtak köszöntő beszédeket. Zag Gábor, a kulturális területért felelős alpolgármester a jubileum kapcsán úgy nyilatkozott, méltán lehetünk büszkék a társulatra, és hálával tartozunk mindazoknak, akik az elmúlt 60 év alatt a pécsi balettben a pécsi balettért dolgoztak. Nevető, beszélgető robotokkal is találkozhattak péntek reggel a Széchenyi téren, mint azok, akik ellátogattak a pécsi Tanulóváros Fesztivál megnyitójára. A kétnapos programot immár az 5. alkalommal rendezi meg városunkban a Nevelőkháza Egyesület. Az egyetem és az önkormányzat együttműködésével létrejött esemény célja többek között az, hogy a résztvevők felfedezhessék a tanulás örömét, fontosságát. Az idei fesztivál tematikája a közösségi tanulás köré épül, amely több programban is megjelenik a rendezvény két napja során. Környezeti témák, klímavédelem,
COVID ideje alatt hogyan tudtak a családok megbirkózni a mindenféle nehézségekkel, tanulás körül természetesen, és itt tovább. És hát nagy örömünkre szolgál, hogy végre nyilvánosan tudjuk a fesztivált megrendezni. Lehet közönségünk itt a Széchenyi téren, a város főterén, ide tudjuk hívni azokat, akiket valóban érint és érdekel a tanulás. És utána most jön, amit mondtál, a lélegeztetés, ugye? Már a péntek reggeli órákban érdekes bemutatókon vehetett részt a közönség, több szervezet is betekintést engedett a munkájába. Mint ahogyan azt Nyögiri Lajos Pécs alpolgármestere elmondta, a különböző intézmények, civil egyesületek, szereplők, ilyen összehangolt lelkes együttműködése kulcseleme ennek a fesztiválnak. Azt gondolom, hogy a fesztivál legszebb üzenete az az összefogás, ami ezt az eseményt létrehozta. Hiszen mind az egyetem, mind az önkormányzat területén működő cégek, önkormányzati cégek, civil szervezetek oda tették magukat, hogy megmutassuk azt, hogy Pécs mire képes, a pécsi oktatás mire képes, és a pécsiek mire képesek. Azt gondolom, ez önmagában már a pécsiség. A szervezők az 5. Pécsi Tanulófesztivál ideje alatt a belvárosban és több városrészben is szakmai rendezvényekkel, előadásokkal, koncertekkel, vetélkedőkkel, illetve fesztiválprogrammal készülnek a nagy közönségnek. Szakó Ferenc éppen a Meszesi iskolában található 1956-os pécsi szénbányászokat ábrázoló freskót restaurálja. Gádor Emil és Soltra Elemér alkotása egy művészi pillanatfelvétel a korabeli környéken élő emberek életéből. A mű felújítását Szakó Ferenc elismert pécsi restaurátor vette kezei alá. A szakember szerint nagy szükség volt a javításra. Az átfestések, javítások, amik azért tarkítják, azokat leveszem, és alatta ott lesz remélhetően az eredeti. A lukakat, gödröket, amik mondjuk így kis segítséggel azért mélyítették és kiválták a huncú gyerekek, azokat színbe kell tömni, utána pedig a színrefestés. És a végső állapot remélhetően, vagy az a cél, hogy olyan legyen, mint megszületésekor. A mű restaurálását a Meszesért Alapítvány kezdeményezte. A szervezet 13 éve működik. Elsősorban sporteszközök beszerzését, kiemelkedő teljesítménynyújtó tanulók és pedagógusok jutalmazását támogatja. Szabó Antalné, a kuratórium elnöke elmondta, sokak számára fontos ez a freskó, hiszen az iskola és az egész meszesi városrész is ezer szállal kötődik a bányászathoz. Ezért a nemesügy érdekében helyi pedagógusok, diákok, civilek és cégek is hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmény közelgő 65. évfordulójára ismét a régi fényében tündökölhessen a kép. Tervezünk egy találkozót, mert már voltak ilyen találkozók, ahol nagyon sok tanítvány jött össze, és nosztalgiáztak és emlékeztek a múltra, a bányászmúltra is, a Sudár István emlékműre, ami itt kint volt az udvaron, és hát a freskóra. És miután láttuk az állapotát, ezért körülbelül 80 ember és cégek adakoztak, így jött össze ez a körülbelül 3 millió forint, és ma kaptam egy nagyon-nagyon jó hírt a könyvelőtől, hogy az 1%, amit szintén a freskó felújítása és az iskola támogatása gyűjtöttünk, több mint 800 ezer forintot fizettek az 1%-ra a volt tanítványok. Szabó Antalné elmondta, Hencsei Zsolt területi önkormányzati képviselő is ígéretet tett arra, hogy hozzájárul a restaurálás költségeihez. Mint azt az alapítvány elnökétől megtudtuk, a freskó felújítása előreláthatólag november végére készülhet el. Egy különleges együttműködésen dolgozik a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara és az Eszéki Egyetem. Az erről szóló keddi tájékoztatón a projekt házigazdája, professzor dr. Lakner Tamás elmondta, már régóta jó kapcsolatot ápol az említett Horvát Felsőoktatási Intézmény Művészeti és Kulturális Akadémiájával. Innen jött az ötlet, hogy egy közös projekt keretén belül adják elő Karl Orff híres zeneművét, a Carmina Buránát. A házigazda szerint az együttműködés igen jó lehetőség a fiataloknak arra, hogy tanuljanak egymástól. Ezzel azonban nem ér véget a közös munka, ugyanis a következő szemeszterben egy egyhetes kurzust is szerveznek annak érdekében, hogy a magyar és a horvát diákok jobban megismerjék egymás kultúráját. Ami azt jelenti, hogy a magyar hallgatók megismerik a horvát kórusmuzsikát, a horvátok pedig a magyar kórusmuzsikát. Ez egy hetes kurzus, és hát azt gondolom, hogy sokkal fognak gazdagodni tanulmányaikban, hogyha
megismerik egymás kórusos zenéjét. Védett tér címmel rendezett beszélgetést a Bóbitában a pécsi, illetve a fővárosi második kerületi önkormányzat a Friedrich Ebert Stiftung Budapest irodájával együttműködésben. A szerdán megtartott fórumon a kultúra és a közösség, illetve közönség kapcsolatán túl szóba került a politika és művészet egymásra hatása, valamint az identitás, mint közönségszervező összetartó erő. Az eseményen Kleiszter és szociológus mellett részt vett Köles Ferenc színművész, valamint Beck Zoltán énekes zeneszerző, a 30Y zenekar frontembere is. A két művész többek között arról mesélt, milyen nehézségeket okozott számukra a színpad, a fellépés hiánya a pandémia idején. A rendezvényt Weisser Alinda moderálta, akit arról kérdeztünk, volt-e előzetesen elképzelése arról, hogy mit szeretne kihozni a beszélgetésből. Abban voltam biztos, hogy amellett, hogy beszélünk arról, hogy mennyi panaszunk van a pandémia miatt, hogy estek szét a közösségeink, beszéljünk arról is, hogy egyébként más erők is hatnak arra, hogy szétessenek a közösségek, és az világos volt, hogy itt beszélnünk kell a kulturális háborúra, a kultúrkámfról, ami zajlik Magyarországon. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez tök jó, hogy ilyen sokszínűen tudtuk megközelíteni ezt a témát, hogy mi a helyzet ma a kultúrában. A műsorvezető egyébként szívesen jár Pécsre férje helyi kötődései miatt is, mert szereti a várost. Nézőink rendszeresen találkozhatnak vele a képernyőn, hiszen műsora az Alinda Edited minden csütörtökön este 7 órától jelentkezik a Pécs TV-n. Kerékpáros ügyességi versenyekkel várták szerdán a Kossuth téren a gyerekeket az idei autómentes nap alkalmából. Az eseményt immár 10. alkalommal rendezték meg Pécset, az Európai Mobilitási Hét kampányához kapcsolódva. Mint azt a szervező Ökováros Ökorégió Alapítvány titkára elmondta, a szerdai rendezvény célja az volt, hogy a fiatalabb korosztály körében is népszerűsítsék az alternatív közlekedési módokat. Nagyon sokan elkényelmesedtek, ajtótól ajtóig járnak autóval, úgyhogy mindenképpen szeretnénk, hogyha a fiatalok már egy más szemléletbe nőnének föl, és meglátnák azt, hogy a ma még alternatívnak tekintett, tehát a nem személyautóval való közlekedésnek itt Pécsen belül vannak nagyon könnyen, kényelmesen elérhető, dugómentes változatai. A nap során több szervezet, így például a Zöld Híd Alapítvány is különböző programokkal várta a kicsiket. Egy standot állítottunk fel a Kossuth téren, és óvodás csoportokat vártunk, akik egyrészt játékokban vehettek részt, a fenntartató közlekedésről tanultak, illetve kézműveskedhettek, buszokat készítettek. Az autómentes naphoz kapcsolódva egyébként szeptember 22-én nem csak a helyi járatú buszokat, de a pécsikét is ingyen lehetett használni, ezzel is népszerűsítve a környezetbarát és a fenntartható városi közlekedést. Látogatók csodálják a Klimó könyvtár és a Pécsi Egyetem történeti gyűjtemény kincseit. Múlt hétvégén a Kulturális Örökség napjai alkalmából az intézményben is vezetésekkel készültek az érdeklődők számára. Méreg Martin könyvtáros szerint ez az alkalom különleges volt több okból is. Annyiból más az idegenvezetés, hogy nem a gyűjteményeiket mutatjuk be, hanem az épületet. Tehát épületvezetés az idegenvezetésnek a műfaja, ahol az épületet járjuk körbe, és annak a történetét beszéljük el, a történeteit beszéljük el. A pécsi világörökségi helyszínek is csatlakoztak az Európa szerte megrendezett programsorozathoz. A Cella Szeptihórában a látogatók egy interaktív játék keretében nyomozhattak a kiállításból eltűnt eredeti római kori leletek után. A helyszínre látogatók úgy ismerkedhetnek meg a helyszínnek az értékeivel, hogy azt egy nagyon profi színész csapat úgy mutatja be nekik, hogy a helyszínhez tartozó karakterek bőrébe bújnak, és korhű ruhában a látogatókat teljesen bevonva megalkotnak egy olyan alkotást, ami megismételhetetlen. Herman Diana hozzátette, amikor megálmodta a programot, kiemelkedően fontos szempontnak tartotta a világörökség építészetének és falfestészetének bemutatását. Az interaktív kalandjáték során a látogatók épp úgy tudják alakítani a történetet, mint a közreműködő színészek. Mit is kell majd megtanulniuk? Azonnal nagyon szépen köszönöm a kegyességét, uram. Az előadásban kulcsfontosságú az improvizáció és a közös alkotás is, hiszen a résztvevők a játék végén egy falfestményt hoznak létre. No de hogyan jött létre az előadás? Hosszú Norbertet, az Improvokál Társulat tagját kérdeztük a kulisszatitkokról. Mi egy improvszínház vagyunk, az Improvokál Társulat, és tőlünk mondjuk a nagyon nyers információk, és legyen szó mondjuk évszámokról, távol állnak. Itt most magát az improvizációt, a spontán technikákat és a történelmiséget vegyítjük.
Múlt szombaton a Kulturális Örökség napjai hagyományos pécsi helyszínei mellett idén ismét megrendezték a Zsolnai negyed éjszakáját. Az eseményen rendhagyó tárlatvezetésektől az előadásokon át a fényfestésig számos különlegesség várta az érdeklődőket. Akrobatikus produkciókkal kápráztatta el a közönséget múlt vasárnap Pécsváros Mazsorett Együttese és Tánckara Akadályközpontban. A csapat, mely számos dobogós helyezést tudhat magáénak, fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a műsorral. A jubileum alkalmából Péterfi Attila, Pécs polgármestere is megköszönte az együttes munkáját. Azért fontos a mai esemény, mert végre mi ünnepeljük Pécsváros Mazsorett Együttesét és Tánckarát. Ezt azért mondom, mert hogyha megfigyeljük, hogy különböző jeles eseményeket szervezünk, akár a város ünnepségéről beszélek, vagy akármilyen hasonló ünnepségről, és ott szerepel a Mazsorett Együttes és Tánckar, akkor ők mindig segítenek, bennünket segítenek ahhoz, hogy az est, vagy annak az eseménynek a színvonalát emeljék és ünnepiesebbé tegyék. Ma pedig őket ünnepeljük. Hajdú Orsolya, az egyesület vezetője elmondta, az országban a mazsorett műfajt sokan gyakorolják, azonban azt a tradicionális vonalat, amelyet a pécsi csapat is képvisel, kevesen viszik csak tovább. Hajdú Orsolya egyébként, aki alapító tagja volt az együttesnek, 2004 óta vezeti a csoportot. Stábunknak úgy nyilatkozott, a közös munka legszebb pillanatait nem is a fellépések, hanem az együtt töltött idő jelenti. A legfontosabbak nekem a tanítványaim, úgyhogy igazándiból azok bármennyire hihetetlen, azok a pillanatok, amikor nem dolgozunk, hanem együtt vagyunk csak a gyerekekkel, mondjuk a próbán, a szabadidőkben, és olyankor a gyerekek önmaguk tudnak lenni, és teljesen megható jelenetek történnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azok a legfontosabb pillanatok, amikor a gyerekekkel valóban együtt tudok lenni a munkán kívül. Pécsváros Mazsorett Együttese a szakmai zsűri által több ízben is elnyerte a legtechnikásabb, legelegánsabb, legjobb szóló és legjobb színpadi produkció címet. A csapat jelenleg 65 fővel működik, egy 30 fős felnőtt, illetve egy 35 fős utánpótlás együttessel. A tagok számára nagy élmény a csoportban lenni, sokan közülük már hosszú évek óta vesznek részt a fellépéseken, próbákon. 8 éve táncolok itt, óvodáskoromban kezdtem el, nagyon megtetszett, amit csináltak a lányok, és igazából így kerültem be. Nagyon szeretek ide járni, mert mindig boldoggá tesz, és nagyon szeretek itt lenni. Nagyon szeretjük egymást, és hát lassan 7 évet csinálom ezt az egészet. Nagyon szeretem, mindig is vonzott engem a tánc, a zene, és hát akkor úgy gondoltam, hogy belevágok, és hát idáig jutottunk, és nagyon boldog vagyok. Ez miért? A közös élmények, fellépések, az együttes iránti elkötelezettség bizony az évek során összekovácsolta a csapatot. Ez a lelkesedés, jó hangulat, valamint a zene és a tánc szeretete pedig az utánpótlás újabb és újabb generációit vonza a pécsi mazsorettek csapatába. A vasárnapi fellépésen nekik, az ő történetüknek és hagyományaiknak szólt a Tapsa Kodályközpontban. Vígan falatoznak a bölények a pécsi állatkertben. Jövő szombaton az Állatok Világnapjához kapcsolódó rendezvényen bizonyára rájuk is sokan lesznek majd kíváncsiak. A létesítményben tavaly a pandémia miatt nem tudták megtartani ezt a minden évben népszerű eseményt, idén azonban a szervezők végre egy színes programkavalkáddal készülhettek a látogatók számára. Alapvetően az Állatok Világnapja az állatokról fog szólni. A látványetetéseken keresztül, tehát az egyébként szokványos látványetetések mellett néhány extra látványetetést is bevezettünk, ilyen például a foltos hiénának a látványetetése, ezen kívül arcfestés, ugrálóvár, illetve egy akadálypálya fogja várni a látogatókat, és ezen az akadálypályán a Baranya megyei rendőrfőkapitányság közreműködését is igénybe vesszük, és egy nagyon tartalmas állatos tematikájú, de mégis alapvetően a rendőrséghez kapcsolódó program várja a látogatókat.
Végezetül következzen néhány szó az időjárásról. A hétvégén jobbára kellemesen meleg, napos időnk lesz. Hétfőtől azonban ismét lehűlés várható, amit csütörtöktől záporok, zivatarok is kísérhetnek. A hőmérséklet a jövő héten 20-25 fok között alakul.